Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor nézik a heti jégbüfét. Egy olyan embert hívtam vendégül, aki egyszer már volt a heti tévé vendége évekkel ezelőtt, és akkor még nem beszélt semmi olyasmiről, amiről ennek a mai találkozásnak az első része szólni fog. És azért az első része, mert kiderült, hogy lesz egy esemény, amihez köthető az én mai vendégemnek, Enspa Gábor műkereskedőnek az élete, a mostani napjai, és ezt nem tudtam, amikor meghívtam, hogy lesz egy filmbemutató a közeli jövőben, és azért megcseréltem az elképzelt sorrendemet, és a műkereskedelemről, az Art magazinról, meg az igazságügyi szakértésről, arról a beszélgetés az a második részben következik. Az első részben viszont arról fogok vele beszélni, amiről mindenképpen szerettem volna, de nem nyitányként, hogy ő az, aki ezelőtt 5 évvel hasnyálmirigyrákot kapott, és mégpedig annak is a gonoszabbik formáját, tehát egy rossz stádiumú hasnyálmirigyrákot, és meg tudott gyógyulni belőle, amiben a saját személyiségének alig, hanem meglehetősen nagy szerepe van. Nem csak annak, természetesen az orvostudománynak is. A film, amiről meg beszéltem, az egy dokumentumfilm, ami arról szól, hogy ő életben maradt, az is a címe, hogy Nem halok meg. Nagyjából összefoglaltam a mai értekezlet tárgyát. Köszönöm szépen, hogy eljött. És mindenekelőtt azt akarom tudni, hogy minden rendben van most is, igaz? Most lesz majd az 5 éves kontrollom, úgyhogy majd megmondják, hogy érzem magam, de azt gondolom, hogy minden rendben van, igen. Nem szorong? Kicsit minden kontroll előtt, igen. Nem úgy néz ki, mint akinek bármi baja van, de az is igaz, hogy amikor én megnéztem azt a felvételt, amit itt Bánó András kollégám magával csinált, az azt hiszem, hogy abban az évben volt, amikor a betegsége manifesztálódott, és nem sokkal később, és akkor sem látszott magán semmi, úgyhogy valószínűleg ebből arra lehet következtetni, hogy nem lehet látni azt, hogy az embernek baja van, vagy nincs. Sokáig nem lehet látni, aztán persze egy idő után már az látszódik, de valóban én is megnéztem a múltkor azt a felvételt, és hogy nyomokban sincsen betegség. Én látok magamon sok mindent egyébként, amit igen? Azóta nem, igen. Ez nem beképzelés? Nem gondolom. A minden esetre most úgy néz ki, mint egy tip-top egészséges ember, és úgy is van. Nagyon jól érzem magam, igen. Hogy csinálta azt, hogy nem omlott össze, amikor megtudta a diagnózist? Nem tudom, hogy érdemes elmondani, hogy ez egy genetikai alapú betegség, mert hogy az ön édesanyja is hasnyálmirigyrákban halt meg, és a nagybátyja is, hogyha jól készültem az előéletéből. Nyilván van egy családi előzménye ennek, de abból nem következne egyértelműen, hogy nekem is meg kellett volna betegednem. Van egy ilyen genetikai mutációm nekem is, ami hajlamossá tehet a betegségre, de nyilván nagyon sok más tényezőnek kellett közzel játszania abban, hogy ez kialakuljon nálam. Életmódnak, stressznek, azt gondolom, hogy a stressznek kiemelt szerepe van ebben, táplálkozásnak, különböző traumáknak, tehát ez egy összetett dolog, hogy mitől kap az ember betegséget. És túlságosan stresszes életmódot élt? Mert egyébként olyan, hogy mondjam, csak fegyelmezett ember benyomását teszi. Tehát, hogy nehéz elképzelni azt, hogy nagy kilengésekkel élte az életét ezelőtt 6 évvel. Inkább azt mondanám, hogy folyamatosan volt bennem elfojtott stressz, amit nem adtam ki magamból. Kinek és hogy. Nincs? Hát biztos nagyon sok mindenkinek van, csak nem mindenki betegszik meg benne. És nyilván egy folyamatos stressz, az gyengíti az immunrendszert, és hogyha gyenge az immunrendszer, akkor ott támad a betegség, ahol a leggyengébb, például ahol genetikailag kódolva van valamilyen probléma, igen. Akkor, amikor az édesanyját elvesztette, és kiderült, hogy ez egy genetikai eredetű betegség, és hogy van rá kilátása, akkor megijedt? Megijedni semmiképpen nem ijedtem meg, de kérdezte az előbb, hogy fogadtam a diagnózist, és hogy összeomlottam-e, és hogy azt állapítottam meg magamban, hogy anyu diagnózise óta én folyamatosan tudatalatt készültem arra, hogy egyszer majd nekem is dolgom lesz ezzel a betegséggel, és hogy nem ért felkészületlenül. Nem volt akkor stratégiám arra, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy meggyógyuljak, de voltak dolgok a fejemben, amihez tudtam nyúlni. Ez az a dolgom lesz. Ez a megfogalmazás, mert hogy nem azt mondja, hogy egyszer én is megkapom, hogy egyszer engem is leterít föl, sem merült, hogy
hogy ebbe bele lehet halni, hiszen az volt a tapasztalata a családon belül, hogy igen. Nyilván felmerült, hogy bele lehet halni. Anyunak egyébként sokkal rosszabb volt a diagnózisa, mint nekem, neki számos helyen volt áttét a diagnóziskor. Későbbi volt az észlelés? Sokkal későbbi volt az észlelés. Nekem nem voltak áttéteim, csak nem volt operálható a betegség. És a végleges gyógyulásnak azért az operáció az egy nagyon fontos kitétele, eleme, vagy tényezője, igen. Szóval, hogy volt ez, hogy megtudta? Fegyelmezetten az orvos mondta, hogy ez sajnos bekövetkezett, amitől tartott, vagy egy idegen orvos volt, nem, egyáltalán nem. Az orvossal, dr. Bodoki György professzorral kapcsolatban maradtam anyu halála után is. Épít egy fantasztikus környezetet az ő klinikáján, és annak a környezetnek nagyon fontos része, hogy képzőművészeti alkotások vannak és a maga benne volt falon. Ebben? Én a kezdetektől kezdve segítem ezt, én rendezem a képeket, sok mindent adtam ajándékba az alapítványnak, tehát hogy én dolgozom én ezzel sokat. Én ott voltam annak az avatásán, annak igen, az osztálynak. Igen, és hát ez hatalmas lendületet kapott akkor, amikor Eszterházy Péter halála után Eszterházy Gitta elkezdett foglalkozni szintén a gyűjtemény építésével. Tehát, hogy itt egy különleges környezet van, amiben én rendszeresen jártam anyu halála után, és igazából mellékesen két kép elhelyezése közben mondtam neki, hogy van egy folyamatos tompa fájás a bal bordaívem alatt. Megvizsgált, mondta, nincsen semmi bajom, de azért csináljunk a biztonság kedvéért egy vérképet, és aztán délután telefonált, hogy nagyon magas a tumormárker, és hogy azonnal CT-vizsgálat, aztán biopszia, és így tovább, és akkor ettől számított két héten belül már ott találtam magam az első kemoterápiás kezelésem. Tehát, hogy nagyon köszönhetően a családi előzményeknek, köszönhetően annak, hogy anyunk keresztül ismertem a rendszert, ismertem a betegséget, és ismertem azt is, hogy tudtam azt is, hogy lehet, hogy egyszer ezzel, akkor mondjuk ezt még egyszer nekem is dolgom lesz. Nagyon gyorsan jutottunk el a diagnózishoz, és az nagyon nagyban segítette a gyógyulásomat, azt gondolom. Ismerem Bodoki professzort, és azt állapítottam meg róla, amikor megismerkedtünk, hogy ő egy nagyon nyílt és nagyon egyenes ember, tehát hogy nyilván nem köntörfalazott, és megmondta, hogy milyen perspektívái vannak. Mennyire voltak biztatóak az ő szavai? Amikor megkaptam a CT-leletet, a Heinpál kórházban voltam CT-n, és az a kezembe került, akkor átmentem a kórházba, ott volt egy időpontom az orvossal, akkor pont szabadságon volt a professzor úr, és egy kitűnő kollégájához mentem először. Átmentem, megálltam a parkolóban, kibontottam a leletet, elolvastam, láttam, hogy pontosan mi a diagnózis, kibögtem magam, és már úgy mentem fel a lépcsőn, hogy akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt gyógyítani, vagy hogyan lehet ezen túl lenni. De nagyon helyesen, nagyon őszintén és korrekten beszélt velem az orvos, és elmondta, hogy milyen kilátások vannak, hogy hova kellene eljutni az operációhoz ahhoz, hogy egyáltalán végleges gyógyulásról lehessen beszélni, és attól kezdve annak rendeltem alá majdnem mindent, hogy egyrészt végigcsináljam a protokollt, közben megőrizzem a formámat, és hogy kezdjek változtatni, hogy amikor túl leszek ezen a betegségen, és túl leszek a kezeléseken, akkor ne térjen még egyszer vissza a rák. Mert hogy azt gondolom, hogy az egy dolog rákmentesre operálni valakit, és egy dolog után a kemoterápiával kezelni, és megszüntetni annak a lehetőségét, hogy maradjon még bármiféle keringő ráksejt a szervezetben, de ahhoz, hogy ne térjen vissza a betegség, ahhoz nagyon sok mindent meg kell változtatni. És hogy erre különböző stratégiák vannak, és valaki azt mondja, hogy alig várja, hogy minden ugyanolyan legyen, mint régen a betegség előtt, az szerintem nagyon-nagyon rossz stratégia. Valaki pedig azt mondja, hogy,
hogy csak legyek túl rajta, és akkor majd változtatok, és azt gondolom, hogy az is egy rossz stratégia. Azonnal kell változtatni. Én azt gondolom, igen, hogy fel kell tudni mérni mindenkinek magában, hogy mik vezettek a betegséghez, és annak nem csak fiziológiai okai vannak, hanem pszichés és mentális okai. Maga hiszebben én nagyon nehezen hiszek ebbe. Tudom, hogy ez nagyon korszerűtlen, amit én mondok, mert a korszerű álláspont az csak. Csak én valahogy azt gondolom, hogy mindenféle biológiai tényezők össze akaszkodnak, és különböző gonosz fehérjék okozzák ezt. Vagy ez így van, de hogy mi azzal mit tudunk kezdeni, illetve mi idézi azt az állapotot elő, hogy ezek a gonosz fehérjék össze tudjanak kapaszkodni, hogyha így fogalmaz, ahol abban nagy szerepet játszik a mentális és a pszichés egészségünk is. Uh-huh. És hogy én például mindig ügyeltem arra, hogy rendszeresen mozogjak, és hogy fizikailag rendben legyek, jó állapotban legyek, de például a pszichés egészségemmel soha nem törődtem. És mondjuk a diagnózis óta azzal is foglalkozom sokat. Nem volt kiegyensúlyozott? De kiegyensúlyozott voltam, de azt gondolom, ahogy része a rendszeres sport a jó életnek, vagy az egészséges életnek, ugyanúgy foglalkoznunk kell a pszichénkkel is, és ugyanúgy foglalkoznunk kell a mentális állapotunkkal is, és erre nem volt előtte sok példa az én életemben. És én akkor... azt gondoltam, hogy én a szuper formában vagyok, én tökéletes lelkiállapotban vagyok, kiegyensúlyozott vagyok, boldog vagyok. A beszélgetés második feléből ki fog derülni, hogy a maga pályaíve az egy nagyon, nagyon sikeres és nagyon egyenletesnek látszó, kívülről egyenletesnek látszó pályaíve. Belülről én is ilyennek látom egyébként, de ettől függetlenül vannak dolgok, amikkel kell foglalkozni, és hogy a stresszel, a stressztűrő képességünkkel, a stresszre adott reakciónkkal, többek között kell foglalkozni. És az ember ezt így meg tudja magával beszélni, hogy no stressz. Stresszt azt nem tudjuk kikerülni, és hogy az egy fontos rész szerintem, hogy ne csak magával beszélje meg, hanem szakemberrel is megbeszélje. De nekem már az, hogy amikor a diagnózis megkaptam, illetve már korábban, mert ez pont egybeesett egy magánéleti traumával, igen, hogy... annak hatására elkezdtem beszélni, és elkezdtem folyamatosan kiadni magamból azt, ami bennem van, és ami addig nem jött ki. Egyelőre barátoknak, gyerekeimnek, családomnak elkezdtem beszélni, aztán szakembernek is, amikor segítséget kértem. És már az, hogy az ember a saját hangján hallja azt, hogy mi van benne, az már egy hihetetlen változást tud előidézni, és hogyha arra szakembertől, vagy olyan emberektől, akiknek a véleményére ad, kap visszajelzést, az meg további folyamatokat tud elindítani. És ezzel a mentális felkészüléssel fogod bele a kemoterápiába? Igen, nekem az volt, tehát egyrészt... Ez nem borzalmas? De. A kemoterápia? Az nehéz, de hogy egyrészt mindenki máshogy reagál rá, és mindenkinél máshol jön el az a pillanat, amitől kezdve még nehezebb, mert hogy egy darabig gyűlik, tisztul, gyűlik, és amikor, legalábbis az én esetemben úgy volt, hogy a műtét előtti kemoterápiákat nagyon jól viseltem, a műtét utániakat pedig nagyon nehezen viseltem. Hogy mitől fordul ez egy nagyot, az egy kérdés, de még azon is múlik, hogy éppen a bioritmusunk milyen állapotban van, vagy amikor kapjuk a kemoterápiát, akkor előtte milyen hetünk volt, vagy hogy aludtunk előző éjszakán. Én azt vettem észre, hogy nagyon sok múlik ezen. Borzalmas, de hogy egy lehatárolható időszak. És hogy amikor már nehéz volt, akkor is tudtam, hogy a harmadik nap után már könnyebb lesz, a negyedik nap után még könnyebb, és hogy regenerálódni fogok a következő kemoterápiára. És az, hogy én már a kemoterápia napján legalább az erdőbe kimentem sétálni, és a másnapon egy kicsit többet sétáltam, harmadnak meg még többet, azt gondolom, hogy az nagyon-nagyon sokat segített. Ahogy kiszabadult a kórházból, ment sétálni? Én olyan kemoterápiát kaptam, ami 48 órás protokoll volt két hetente, egy elég erős szert, és nekem körülbelül 3 napba került, amire olyan állapotba kerültem utána, hogy kvázi teljes értékű életet tudtam élni, de hogy úgy fogtam fel, hogy van egy időkapszula, amiben én kapom a kemoterápiát, és azon belül is vannak szakaszok,
amikben van nehéz rész, a kemoterápia maga, és utána az a néhány nap, amíg regenerálódok, és utána pedig van legalább egy hét, amikor én fel tudok készülni a következő kemoterápiára. És ezt az egyensúlyt megtalálni nagyon nehéz szerintem, hogy amikor kapja az ember ezt a gyógyszert, vagy mérget, sokféleképpen lehet nevezni, akkor az teljes erejével kifejtse a hatását, és ebben segíteni az orvostudományt, és utána pedig elkezdeni azonnal a regenerálódást, hogy amikor a következőt kapja, addigra azt bírja. Hogy lehet segíteni az orvostudományt, tehát ez a része, ez, hogy tudja elintézni saját magával, hogy kipusztítsa magából a rákot, tehát mellé álljon a vegyszernek. De egyrészt, amit mondtam az előbb, hogy van egy könyv, ami a Simonton módszerről szól, és amit én, amikor anyu beteg volt, elolvastam. Ezt nem és mondta, ezt most mondja először. Az, hogy volt egy könyv, azt talán mondtam, vagy hogy felkészültem. Lehet. Bocsánat, akkor most mondom. Tehát, hogy van egy könyv, ami ott volt a könyvespolcon anyu halála óta, és azt én úgy raktam el, hogyha egyszer szükségem lesz rá, akkor azt én elő tudom venni, illetve egy nagyon kedves barátomtól is kaptam, amikor a diagnózisom volt, egy könyvet ugyanerről a dologról, és hogy azt gondolom, hogy befele figyeléssel, a saját immunrendszerünkkel való foglalkozással, vizualizációval, amire ez a módszer alapul, sokat tudunk tenni azért, hogy segítsük a kemoterápiát abban, hogy a rákot kitakarítsa belőlünk. Tehát az ember önszuggesztióval sok mindenre megy. Én azt gondolom, igen, befele figyeléssel, relaxációval, nagyon sok mindent csináltam a kezelések alatt, amivel kiegészítettem, amit az orvostudomány tud mai napon, és az, annyit mondom, hogy mai napon tud, az sokszoros annak, mint amit tudott 5 évvel ezelőtt. Igen. Hát hihetetlen eredmények vannak folyamatosan, igen. Valahogy a hasnyálmirigyrákot meghallja az ember, akkor automatikusan egy fekete lepedő. Hát a hasnyálmirigyrákkal több probléma van. Az egyik az, hogy általában nagyon későn veszik észre, mert nem produkál tüneteket. Ez egy nagyon szerencsés dolog, ha bármiféle tünetet produkál. A másik pedig az, hogy szeret visszatérni ez a fajta daganat. De műtéti úton nagyon sok minden megoldható, és hogy egyre hatékonyabb kemoterápiás szerek vannak erre, és biztos, hogy lesz előbb-utóbb olyan fajta génterápia vagy immunterápia, amivel lehet ezt a betegséget is tökéletesen gyógyítani. És amikor azt hallja, hogy génterápia és immunterápia, akkor ez magának, mint közeli megoldás úszik be a tudatába, mert én, ha ezt hallom, akkor az 10 éveket jelent, amiket nem tudom, hogy én megengedhetek-e magamnak, hogyha rákom van. Szerintem napi szinten változnak a dolgok, és ebben a mesterséges intelligencia egy új fejezetet nyitott. Én azt gondolom, hogy az én gyerekeimnek már nem lesz dolga ezzel a betegséggel, egészen biztos. Abban én is reménykedem, hogy ráadásul nyilván a gyerekeit fokozottan figyeli, mert hogy genetikailag esetleg ők is veszélyeztetettek. Figyelem őket, de semmiképpen nem szeretném elültetni a fejükben azt a gondolatot, hogy nekik feltétlenül meg kell betegedni ebben, mint ahogy testvéremre is megcsináltuk ezt a genetikai vizsgálatot, ami kimutatta, hogy nekem van egy mutáns génem, ami hajlamosít hasnyálmirigyrákra, és a testvéremnek sincsen, és azt gondolom, hogy a gyerekeimnek sincsen. Sincs, és kész. Persze, persze. Hogy engedett maga mellé akkor, amikor a kemoterápiát kapta, meg akkor, amikor egyáltalán értesült róla, nem tudom, melyik szakaszban találkozott a forgatócsoporttal, de hogy most lesz a bemutató, mert ugye én azzal kezdtem, hogy az Urániában június 30-án, hogyha jól olvastam, akkor lesz a bemutatója a Nem halok meg című dokumentumfilmnek, tehát hogy egy dokumentumfilmes forgatócsoporttal volt kedve bajlódni, hogy ott emberi formát mutasson akkor, amikor éppen szenvedett? Ezt nekem nagyon nehéz elképzelnem. Hát egyrészt, amikor kezdődött a forgatás, amikor megkerestek engem, akkor még nagyon jó formában voltam, és szó nem volt testi szenvedésről. Másrészt pedig megbeszéltem ezt a bodóki professzorral, és hogy annyira rossz állapotban van Magyarországon
a rákhoz való viszonyulás, és annyira stigmatizál ez a betegség, és annyira kirekesztődnek a társadalomból azok az emberek, akiket daganatos betegséggel diagnosztizálnak, hogy nekem azt javasolta a professzor, hogy ha én ezt bírom, és a személyiségem ezt tudja tolerálni, akkor ez egy nagyon nagy segítség az egész társadalomnak, és nagyon nagy segítség a rákbetegeknek, hogy egy kicsit közelebb lehet kerülni ehhez a betegséghez. Másrészt nagyon szimpatikus volt a rendező, aki megkeresett engem, Dérászia, és azt gondoltam, hogy megbízhatok benne. Olyan orvos kötött össze minket, dr. Várdi Katalin, akiben szintén maximálisan megbíztam, és hogy nagyon-nagyon sokat segített nekem a kamera jelenlét a kezelések alatt. Igen, mert hogy egyrészt mindent toleráltak, tehát hogyha ha olyan állapotban voltam, akkor nem jöttek, és bármikor tudtam azt mondani, hogy most köszönöm szépen, mára ennyi volt. Másrészt a kamera jelenlétében muszáj viselkedni, és muszáj erőt mutatni, és muszáj más módon létezni, és ez visszahat, ez a dolog. Tehát, hogyha kifele erőt mutatok, akkor az az erő visszatükröződik nekem, és abból erőt is tudok meríteni folyamatosan. Tehát összességében nekem nagyon sokat segített. Plusz nem sokkal azelőtt láttam egy dokumentumfilmet egy nagyon kedves barátomról, akinek az életében volt egy nagy trauma, és ennek a traumának a feldolgozásáról szólt a film. Kiderült, hogy vannak még testvérei más országban, és az, hogy visszanézhette az élete filmjét, vagy az élete filmjének egy kis részét, az neki a terápiában hihetetlen sokat segített, és ha úgy tetszik, meghosszabbította az életét, ő is daganatos betegségben, vagy daganatos betegséggel küzdött. És egyébként is azt gondolom, hogyha megnézhetnénk az életünk filmét, de annyi mindenre nem emlékszünk, én a kezelés időpontjában, amikor nézem a vágatlan anyagot, akkor tizedére emlékszem a dolgoknak, és annyira jó felidézni ezeket a részeket. Jó, pont ezt akartam részeken. Nem szörnyű felidézni? Egyáltalán nem. Tehát, hogy én... Az, hogy túl van rajta, annak a diadal, a visszanézés? Nem. Inkább én az egészhez úgy álltam hozzá, hogy ez az életnek egy fontos része. Az is, hogy végigcsinálom a kemoterápiát, és az is, hogyha meghalok a végén. És mert hogy olyan kevés nagy dolog történik velünk az életben. A gyerekeink megszületünk, gyerekeink megszületnek, megházasodunk, szerelmesek leszünk, elválunk, csalódunk, de hogy kevés igazi nagy dolog van, vagy igazi nagy effekt van, és hogy... És jól jön egy ilyen nagy effekt? Nem, egyáltalán nem jó, és egyáltalán nem mindegy, hogy mikor jön, de hogyha már jön, akkor sokkal gazdagabb az élet attól, hogyha ezt intenzíven végigcsináljuk. De ez az én stratégiám. Tehát, hogy... Ha felülkerekedik, akkor igen. Hát nyilván ezt addig lehet csinálni, ezt addig lehet csinálni, amíg erősebbek vagyunk, mint a tünetek, vagy erősebbek vagyunk a fájdalomnál, vagy erősebbek. Nekem ilyen szempontból szerencsém volt, mert hogy nem voltak erős fájdalmaim, nem kellett fájdalomcsillapítót szednem, és nem kellett olyan fájdalomcsillapítót szedni, ami a tudatomat elhomályosította, vagy gyengítette volna. Tehát én tudtam ezzel foglalkozni, és meg tudtam ezt intenzíven élni. De ez egy nagyon gazdag és nagyon sok élménnyel teli időszaka volt az életemnek. És amikor vége volt, akkor jött a szerelem. Amikor ezt olvastam, akkor jött a szerelem, igen. Ez fantasztikus. Igen. És hogy már az utolsó időszakban SMS-eztünk, de megvártam, amíg lemegy az utolsó kemoterápia, és akkor rá 4 nappal, addigra már körülbelül regenerálódtam, addig akkor volt az első rendben. De már ne haragudjon, hol ismerte meg? Két kezelés között valahol? Nem. Korábban ismertük egymást, amikor nekem volt a diagnózisom, akkor találkoztunk egyszer, mert Kizelvak Tamás barátom őt ismerte, és összekötött minket, és próbált ő is keresni kezelést Ausztriában, ahol ő él, és elmentünk együtt egy természetgyógyászhoz, aki ennek a specialistája volt, és mivel én nem tudok németül, ő fordított nekem, és hogy fél óra alatt gyakorlatilag mindent megtudott rólam, és egy olyan intim viszonyba kerültünk a fordítás alatt, hogy
ahhoz egyébként hetek vagy hónapok kellenének, de utána én csináltam tovább a kezelést, ő élt a saját életét, és aztán 2019. márciusában megint találkoztunk egy véletlen folytán, és akkor utána pedig elkezdtünk barátkozni közelebbről. És akkor maga tudta, hogy ezt most le tudja, ezt a betegséget, és utána arccal az új szerelem felé. Ez nagyon, nagyon segíthetett, nem? Hát ez nagyon nagy erőt ad, igen, és hogy mindent megváltoztat, hogyha szerelem van, és hogyha ilyen kapcsolat van. Igen. Igen. Akkor élni kell, és kész. Hát egyrészt igen, másrészt, hogy az egy dolog, hogy valakit rákmentesre műtetnek, és utána még kemoterápiával segítik a teljes gyógyulást, és más az, hogy utána életben marad valaki. És abban, hogy most itt vagyunk az 5. évfordulóján, és én ilyen állapotban vagyok, abban nagyon nagy szerepe van annak, ahogy mi egymással létezünk, vagy ahogy egymás iránt érzünk, vagy ahogy egymást segítjük. Ez egy tündérmese. Tényleg. Fantasztikus. Csak egy reális kérdésem van, ami közben itt az előző mondat apropóján jutott eszembe, hogy arra nem gondolt, hogy nem természetgyógyászhoz megy külföldre, hanem mondjuk ott operáltatja magát, vagy ott vesz igénybe kezelést. Ez nem fordult meg a fejében? Én azt gondolom, hogy kezelésre fantasztikus orvosom volt, akiben tökéletesen megbíztam. És a műtétre? A műtétre is volt Magyarországon időpontom, egyébként aztán úgy alakult az élet, hogy nem Magyarországon műtöttek meg, de nekem az is tökéletes lett volna, hogyha az az orvos, akivel én megállapodtam, hogy ő fog operálni, belenéztem a szemébe, és úgy láttam, hogy rábízhatom az életemet, hogy... Az orvosra biztos, a körülményekre kevésbé? Azt gondolom, hogy ezek az orvosok, akikkel én kapcsolatba kerültem, meg tudták teremteni maguk körül azokat a körülményeket a magyar egészségügyben is, amikkel Bodaki professzor biztosan, teljes gyógyulást láttam, biztosította azt nem volna. Tudom, hogy ahol operálják, az a környezet az mennyire ugyanolyan színvonalú, mint ahol aztán a daganatellenes kezeléseket kapják. De hát nyilván azért magának is ezek szerint megfontolás tárgya volt ez, és mégis elment külföldre operáltatni magát. Igen, így alakult végül is, igen. Természetgyógyásznál nekem egy kicsit megugrott a szemöldököm, legalábbis elméletileg és befelé. A természetgyógyászatnak volt szerepe abban, hogy ilyen jó állapotban van, vagy végül nem vette igénybe, vagy mi volt? Hát annyiból volt szerepe, hogy az első találkozásunk volt Barbarával a természetgyógyásznál, az mindenképpen, és hogy mondott olyan hasznos tanácsokat, nem rák ellenes tanácsokat, vagy rákgyógyító tanácsokat, hanem inkább egészségmegőrző, vagy a pihenést, a regenerálódást elősegítő tanácsokat, amikre ma is hallgatok. Akkor tehát 30-án bemutató. Azt muszáj módosítanom, tehát a bemutató ősszel lesz, 30-án. Az csak egy ilyen díszelőadás? Az egy premier előtti vetítés, Felmár Andrásnak van egy filmklubja Magyarországon, és ő fogja levetíteni az Felmár ő közönségének. Felmár András a világhírű kanadai terapeuta, aki időről időre megjelenik Magyarországon, és előadásokat tart, és hogy ismerkedett meg magával? Sehogy, nem ismerem egyáltalán. Én itt vendég leszek, volt, nem tudom. Lehet, hogy a filmet forgalmazó Mozinet, és az ő kapcsolatából alakult ez ki, ezt nem tudom. De lesz egy vetítés az Urániában, és utána elméletileg engem fog élve boncolni, mert hogy ő is akkor fogja látni először a filmet. Nagyon érdekes, én majdnem biztosan meg fogom nézni, mert kíváncsi vagyok, hogy a Feldmár és az ön interakciójából mi jön le, meg a filmre, és nagyon kíváncsi vagyok. Én is kíváncsi vagyok. A filmre az a filmet. Látta vágottam? A filmet persze, azt láttam többször is, persze. A Feldmárra én is kíváncsi vagyok, hogy mi jön ki ebből. Akkor most ünnepélyesen lezárjuk ezt a történetet, és ami eredetileg, nem tudom azt mondani, hogy eredetileg ezért hívtam, mert azt hiszem tényleg teljesen komplex ügyben hívtam. Az Art magazin az egy lenyűgöző terméke az életművének. A Hold utcai galériája az egy beérkezés, ugye? És előtte van két szakasz, amit intézzünk el röviden. Az egyik az, hogy egy Kovács Dezső nevű legendás műgyűjtőnél kezdte az ipart,
Mégpedig úgy, hogy építette a nem tudom micsodáját, nyaralóját, vagy mit olvastam én erről? Nem, az úgy kezdődött, hogy én amikor eldöntöttem, hogy képzőművészettel szeretnék foglalkozni, és azon belül is műkereskedelemmel, akkor kerestem egy olyan helyet, ahol én tanulhatnék erről, mert hogy erre máshol nem volt lehetőség, és akkor eljutottam az ő üzletébe, az utcáról bementem, és akkor mondtam, hogy én vagyok az Enspa Gábor, 21 éves vagyok, és hogy szeretnék műkereskedelemmel foglalkozni. Akkor még nem volt igaz, ez a rendszerváltás előtt volt, nem volt még jellemző az, hogy valaki privát műkereskedést üzemeltető, az elsők között volt, akik ilyen üzletet nyitottak, és azt mondta, hogy a legjobb helyre jöttem, mert hogy ő ennek a szakmának a császára Magyarországon, de szakma sem volt. De szakma sem volt. És hogy... Eredetileg azt hiszem bőrdíszműves vagy valami hasonló. Eredetileg közgazdász volt. Közgazdász volt, igen, és aztán vagy az a kiskereskedő volt, és bőr és egyéb kelléket forgalmazott a Rádai utcában. Tehát az ő fantasztikus neki. Gyűjteménye az cipzárakból, gombokból, cérnákból épült fel, de hogy hatalmas forgalmat bonyolított le, és az egyik legnagyobb jövedelmű kiskereskedő volt a szocializmus Magyarországon. Büszkén mondta mindig, hogy a legnagyobb adófizető Magyarországon, vagy voltak olyan évek, amikor ő Magyarországon a legnagyobb adófizető volt, és mellette a Hazafias Népfrontnak volt a tagja, és műgyűjtők körét szervezett, és egy társadalmilag is nagyon aktív, különleges személyiség volt. És felvett engem egy hónap próbaidőre, de hogy pont akkor építkezett, és ez alatt az egy hónap alatt csak cementet, meszet, sódert hordtam az építkezésére, és amikor letelt ez az egy hónap, amit én egy zsugteherautóban töltöttem. És maga vezette, vagy csak én vezettem, igen, és én pakoltam, és mindent, és akkor nem tudom, az üzletben vettem fel az autót, és oda kellett visszavinnem mindig este, és akkor mondta egy hónap után, hogy úgy látja, hogy nekem van tehetségem a műkereskedelemhez, és akkor mehetek hozzá dolgozni. Szép. És akkor ott eltöltöttem egy pár tanulóévet, és utána a belvárosi aukciós házat azt már együtt alapítottuk meg, és akkor ott talán 300 árverést már én vezettem le, meg én szerveztem. Ez fantasztikus, és simán ment, vagy elment külföldre, és megnézte, vagy honnan tudta, hogy hogy kell árverést vezetni? Hát egyrészt a bizományinak akkor már voltak aukciói, aztán indult a Blitz galéria, a Műgyűjtők galériája, Virág Judit, tehát hogy voltak a piacon cégek. És ebben a heti aukcióban, amit mi csináltunk, tehát hetente egy, valamikor kettő, valamikor három árverés volt, erre voltak külföldi példák, például Párizsban a Drew, amelyik szintén hasonló szisztéma szerint működik. Úgyhogy volt előkép hozzá, nem és kellett kitalálni. És a Kizelbaki egység ott hagyta Kovács urat egyszer csak, kinőtte? Hát szerettem volna inkább a saját lábamra állni. De az még a Kizelbakos láb az nem a sajátja, nem? És akkor volt egy rövid időszak, amikor egyrészt megcsináltuk az Art magazint Topor Tünnével és Winkler Nórával, másrészt nekem voltak akkor különböző... De azért magának lett pénze, mert az Art magazint azt nem lehetett pénz nélkül csinálni, az minőségi dolog. Az egy olyan időszak volt, nem? Amikor lehetett a piacról támogatást szerezni, hogy nagyon sokáig nem kaptunk NK támogatást, hanem piaci forrásokból, biztosítók, bankok. Akkor már csinálta a Raiffeisennek a műgyűjteményét, vagy akkor még nem? Nem, a Raiffeisen műgyűjteményének nem én voltam a kurátora, hanem Jerger Krisztina és Hajdú István. Én a Private Banking üzletágnak voltam, és vagyok is a tanácsadója, az egy nagyon régi múltra visszatekintő együttműködés. Ez annyit jelent, hogy ügyfeleknek a tanácsot, hogy milyen műkincsekbe fektessenek? Akár az is benne van. Egy időben volt műtárgyfedezet melletti hitelezés a Raiffeisenben. Annak a szakértői hátterét is én csináltam. Igen. Illetve a Raiffeisennek van egy fantasztikus múzeumi színvonalú értéktára, ahol őriz képeket, és annak a kezelése is hozzám tartozik. De azokat a bank vette, nem? Nem. Ezek ügyfelekhez tartoznak. A banki gyűjtemény az egy létező gyűjtemény, az jelen pillanatban az új székházban van, a privát és a közösségi terekben elhelyezve. Mert én még Felcsuti Péter idejéből emlékszem, meg Gara Iván idejéből arra, hogy ott volt a kiállítások, volt Raiffeisen galéria, voltak kiadványok, igen. És
ez az egész, bocsánat, akkor még menjünk időrendbe, mert aztán akarom kérdezni arról, hogy vállalatok befektetésként képeket vesznek, hogy mennyire futott fel? Magyarországon van már ilyen polgári attitűd, hogy mondjuk támogatni múzeumot, vagy demonstrálni a vállalatnak a stabilitását, és megbízhatóságát, és vagyoni eleganciáját képekkel, meg műtárgyakkal, az mennyire fejlődött ki? Most akkor teszünk egy kitérőt. Bocsánat, igen, nem, most nagyon az élettörténetből így hirtelen. Azt felejtem el, hogy rendszerváltás előtt is voltak vállalati gyűjtemények, tehát amikor leltározok most, vagy értékelek egy banki gyűjteményt, éppen a közelmúltban egy jelentős magyar tulajdonú nagybanknak a gyűjteményét értékeltem, akkor látom, hogy már a 80-as években, 70-es években is voltak beszerzések. Ezek jellemzően dekorációs célokat szolgáltak, illetve kapcsolódtak az adott pénzintézetnek a tevékenységéhez. Tehát egy olyan pénzintézet például, amelyik mezőgazdasági hiteleket nyújtott, az jellemzően paraszti témájú képeket vásárolt. Tényleg. Tehát ennek voltak hagyományai a rendszerváltás előtt is. A rendszerváltáskor pedig, amikor bejöttek nagy nemzetközi cégek, azok hozták magukkal az anyacég kultúráját, és ebben majdnem mindenhol beletartozik a művészet támogatása és a gyűjtemény létrehozása. Tehát igazából a 90-es évektől kezdve van egy nagyon erős felívelő szakasza a vállalati gyűjtésnek, ami egyébként érdekes módon mára lehet mondani, hogy lecsengett. Tehát most nagyon kevés nagyvállalat, nagyon kevés pénzintézet. Most szőlőbe fektetnek inkább? Nagyon kevés céget látok ahhoz képest, ami a 90-es években volt, akik tudatosan jelentős művészeti gyűjteményt építenének, illetve hogyha vannak is ilyenek, azok kevésbé láthatóak, és inkább magántulajdonú, vagy magyar magántulajdonú cégek. Mert emellett párhuzamosan a magyar magántulajdonú gyűjtemények azok kifejlődtek és virágba borultak most. Tehát azért Magyarországon nagyon nagy hagyományai vannak a műgyűjtésnek, akár a magyar arisztokráciák. Hát itt a történelem során, főleg a 20. században többször cserélődött az elit, és ennek köszönhetően a gyűjtemények nem egyszer szórodtak szét és kerültek új kezekbe, de nagyon erős hagyományok vannak, amik a szocializmusban is tovább éltek, és ott is fantasztikus gyűjtemények jöttek létre, és ez tovább erősödött a rendszerváltás követően, és ez kitart a mai napig is, tehát ma is tudatosan épített, egyre inkább a háború után és a kortárs művészet felé forduló nagy magángyűjtemények vannak és jönnek létre, és ezek a gyűjtők, ezek jellemzően segítik is már a múzeumi szférát, és segítenek a szerzeményezésben, segítenek a gyűjtemények fejlesztésében. Visszatérünk a saját karrierjéhez, hogy aztán, amikor az Art magazint megcsinálták, mert ott azért volt két fontos nő is ebben az Art magazinban. Vannak azóta ugye? Is, igen. Azóta igen. Is Winkler Nóra és Topor Tünde, a főszerkesztő. Igen, tehát fantasztikus munkát végez a lapnál, és most már 140. lapszámon is túl vagyunk, hosszú ideje a főszerkesztő és a kiadói munkát is ő irányítja. Amióta én megint műkereskedelemmel foglalkozom, azóta én a tartalom fejlesztésben, tartalomkészítésben egyáltalán nem veszek részt. Gyakorlatilag Tünde viszi a háttán az újságot. Nem hagytam sorsára, de nem gondoltuk etikusnak azt, hogy én egy olyan piacon újságot csináljak, ahol egyébként meg más minőségben szerepelen. És erre a Tünde nagyon-nagyon ügyel. Ez nagyon szép dolog. Hát szép dolog is, meg szigorú is a Tünde. Már ilyen normális, tehát gyanúsan normális, nem szokták ezt így csinálni. Meg egyáltalán a maga egész sztória olyan gyanúsan fair, nem? Tehát olyan minden, amit összeolvastam, az mind arról szól, hogy bizonyos elvek mentén rendezte az életét. Ez már mint ha a betegség előtt is így lehetett, nem? Most csak így vaktában kérdezem. Szeretném hinni, hogy a betegség előtt ez mennyire tudatosan épült, azzal kapcsolatban vannak kételjeim, de a betegség óta tudatosabban élem az életemet, vagy tudatosabban csinálom a dolgaimat. De hogyha ennek lát egy ívét, vagy lát egy szép egyenes rendező ellet, annak örülök. 6-7 órát foglalkoztam a maga által hagyott nyomokkal az interneten, és
ebből valahogy az rajzolódott ki, mert ezek ilyen szubjektív benyomások, de miután ez egy ilyen nyílt rajongás, ezért most gyorsan tovább eveznék arra, hogy aztán Kizel Bach Tamástól tanult valamit, vagy az egy más típusú együttműködés volt, ott már nem az önfejlesztés volt a dolgoknak a célja, hanem a közös üzlet, vagy mi? Amikor elkezdtünk a Tamással a 2000-es évek elején barátkozni, mert először egy barátkozásnak indult, abból... Mert nagyjából korosztálytársak, nem? Igen. Rendszerváltás előtt fejeztük be a középiskolát, és szerintem ő az egyetemet is a rendszerváltás előtt fejezte még be, vagy a rendszerváltás környékén. Tehát ha így tetszik, egy korosztály. Mindenképpen a szocializmusban szocializálódtunk, vagy ott értük a gyerekkorunkat, de egészen más a... kereskedői sikereket produkál gyorsabban, nem? Ez abszolút így van, és hogy gyűjtőként is hatalmas, és nagyon tudatosan épített gyűjteményt rakott össze. Tehát ő sokkal előrébb járt a műkereskedői pályáján, a gyűjtői pályáján, és a saját életében is, mint én, amikor találkoztunk. És a barátságból lett egy partnerség és egy együtt dolgozás, aminek az egyik fontos része volt az első magyar festmény és műtárgy szakértiroda létrehozása, és egy következő állomása pedig az Art Lustrex Budapest galériának a megalapítása, amit szintén együtt alapítottunk, csak aztán azt én vittem, és én menedzseltem egészen a betegségig, vagy a betegség végéig. És akkor a betegség után megcsinálta a saját galériáját. Amikor vége lett a betegségnek, akkor tartottam egy szünetet, regenerálódtam, és ezt az új galériát, ezt már Barbarával közösen építettük fel, és együtt is visszük. Neki ez közel van az eredeti szakmájához? Mert ugye az eredeti szakmája jogász, de a művészet iránti elkötelezettsége, vagy az a megvolt? Művészet szeretete, és a design iránti szeretete, és ott egy nagyon mély tudása, ez abszolút megvolt, igen. Egyébként azt láttam, hogy magának számos egyeteme van, 3 legalább, ugye? Igen. És ezek között nem szerepel a művészettörténet, amennyire emlékszem. Azt nem akarta tanulni, hanem csak autodidakta módon akarta tanulni? Tehát amikor felmerült a pályaválasztás, akkor az, hogy a művészettörténet szakra felvételt nyerjek, az lehetetlen dolognak látszott. Nekem az volt a fejemben, hogy a művészettörténet szakra alig vesznek fel valakit, és akik felvesznek, annak minimum a szülei művészettörténészek voltak, de lehet, hogy még a nagyszülők is. Nagyon jó ellenpélda Tamás például, akinek a szülei más foglalkozások, tehát azért oda be lehetett akkor is kerülni. De vagy kis hitűségből, vagy a... bizonyos fajta érdeklődés hiányából én nem a művészettörténet felől közelítettem a műkereskedelemhez, és de persze folyamatosan foglalkoztam a művészettörténettel. Kovács úrhoz bejelentkezett, akkor az csak azért volt, mert érdekelte. Hát ez érdekelt nagyon, persze. De a kereskedés érdekelt, ahhoz meg a műtárgy ismeret az el... Nem a kereskedés érdekelt elsősorban, hanem a műtárgyakkal való foglalkozás, vagy az azokhoz való közelkerülés. És sokkal inkább gyakorlati szempontból érdekelt, mint sem elméleti síkon. A gyakorlati szempont mi? Hát az, hogy kézbefoghatom, megérinthetem, megfordíthatom. És ilyen nagy múzeum látogató gyerekecske volt? Igen, az voltam, igen. Középiskolában már igen. Aha. Igen, szóval nekem az hiányzik, nekem az a lépcső hiányzik ebből az egész személyiségrajzból, hogy hogyan harapott rá, tehát hogy mi volt az, ami... Szerintem nagyon fontos, hogy voltak gyerekkoromban sikerélményeim, hogy anyunak volt egy ilyen vastag kötet képeslapgyűjteménye, ami művészi reprodukciókat tartalmazott, elsősorban Ermitázs és a szocialista országok múzeumai, és hogy játszottunk olyat, hogy akkor megismerem-e a festőt, és hogy tudom-e mondani. És akkor az nekem nagyon gyorsan ment. Az egy impulzus volt, az, hogy a nagybátyám fotós volt, és hogy én ott voltam vele a sötét kamrában, és néztem, ahogy előjönnek a képek, az is egy erős impulzus volt. Vagy az, hogy velük, ők Münchenben éltek 71 után, hogy bejárhattam a német múzeumokat nyaranta, vagy elvittek 16 évesen a Velencei Biennáléra,
az egy nagyon erős impulzus volt, vagy hogy harmadikban vagy negyedikben gimnáziumban előadást tartottam az avantgárdról, és elkezdtem utána olvasni, és ott olyan dolgokat találtam, amik nekem nagyon-nagyon tetszettek. Nem tudom, hogy Kassák Lajos és barátai gyarog elmentek Rómába a nagy futurista kiállítást megnézni, és művészeti kérdéseken vitatkozva összeverekedtek Marinettiékkel. Tehát ezek olyan hatások voltak, amik biztos így egymásra épültek, és vagy a igen. Igen. Szóval miért a kortárs érdekelte? Akkor még nem a kortárs érdekelte. Akkor illetve nem. A kortárs mindig is érdekel, de nem azzal foglalkoztam. Kortárs művészettel alapvetően az R+Text Budapestben kezdtem el professzionálisan foglalkozni, és háború után is kortárs művészettel foglalkozunk a mostani galériában is. Van valamilyen speciális adottsága, a szeme jó, az értékfelismerő képessége? Mert én abban is hiszek, hogy létezik, hogy valakinek ilyen minőség felismerő képessége van, vagy minőség igénye van, és ettől működik jól, mint kereskedő? Műkereskedő? Ahhoz, hogy valaki jó minőségű kiállításokat tudjon létrehozni, ahhoz biztos, hogy kell egyfajta ízlés. És hogy most jó ízlés, vagy rossz ízlés, de hogy kell egy határozott ízlés hozzá, hogy legyen a galériájának egy arculata, vagy legyen egy színvonala. Kell biztos kvalitásérzék hozzá, kell szem hozzá, és kell egy elég alapos, és legalább azon a területen, amivel foglalkozik, elmélyült tudás, hogy sikeres tudjon lenni ezen a területen. És azt gondolom, hogy kellene egy víziójának is, és hogy mellette még hitelesnek is kell lenni. Tehát, hogy nagyon sok minden összetevője van annak, hogyan lesz valaki jó galerista, vagy jó műkereskedő. Én egyébként galeristának tartom magam, az kicsit más fogalom, mint a műkereskedő, mert hogy az előző galériában is ebben is nem csak kiállításokat csinálunk, és nem csak képeket adunk el, hanem művészeket menedzselünk, művészi életpályákat, művészi hagyatékokat menedzselünk. Ez Magyarországon nem? Nem, nem, hát a kortárs galériák, az a kortárs galériás piac az így működik, amin az én galériám is működik. Vannak emellett nagy galériák és aukciós házak, amelyek jellemzően a másodlagos piacon dolgoznak, és vannak dílerek, akik képeket vesznek és eladnak, de ezek különböző. Egy rendes galerista az a művészét, aki az ő, nem tudom, istállójához tartozik, ez biztos ide nem való kifejezés, azt gondozza? Már abban az értelemben, hogy anyagilag is gondozza, gondoskodik róla, hogy az ne haljon éhen? Addig, ameddig a mű oda kerül a galéria falára és eladhatóvá válik, addig is juttat számára, nem tudom én, bizonyos havi apanást, vagy hogy megy ez? Látunk erre is példákat. Hogyha sikeres a galéria és jó a piac, akkor a piacról el tudja tartani a művészét, de hogyha baj van, és sokszor van baj, akkor segít is a művésznek abban, hogy alkotni tudjon, segít megteremteni a feltételeket. De ezen túlmenőleg egy közeget is biztosít a művésznek, egy intellektuális közeget, amiben a művész jól érzi magát, ahol párbeszédet folytathat a galéristával, a galéria kurátoraival, a többi művésszel. Tehát, hogy ez egy élő szövet, aminek a pénz csak egy eleme, de a közösség az legalább a fontos része. Azt hallottam egy interjúval, ami magával készült, hogy a művészek komplikáltak. És ezt én alátámasztatom, mert a futó kapcsolataim a művészekkel már, mint riportalanyként, azok ezt alátámasztják, ezt a... Hát a művészek megítélést. Is komplikáltak, a gyűjtők is komplikáltak, de az orvosok is komplikáltak. Tehát, hogy ja, meg mindannyian... a balettáncosok is, meg a külfaragók is. Nem jobban komplikáltak. Van egója a művészeknek, van egy egészséges öntudata. Csak arra jutott eszem, hogy azt mondja, hogy egy galerista az egy intellektuális közeget biztosít, magyarul gondozza a művészét, nem csak anyagilag, hanem beszélget vele, eszmét cserél vele, irányzatokról vitatkozik vele, amik éppen a világban előfordulnak. Elviszi őket külföldi kiállításokra. Hoppá. Például. És finanszírozza a külföldi kiállításokat egy galerista. Ez két külön dolog, tehát, hogy nem megmutatja a külföldi vásárokon, de például előfordult rendszeresen, és biztos elő fog fordulni a jövőben is, hogy galéria a művészeit
elviszi magával mondjuk a frízre, hogy körbenézzen a művész, azt és lássa, hogy magát mi történnek. Meghívták Londonba. Ezek külön dolgok, igen, a Fritz Meisterszem tavaly kiállított. És hogy ez nagy dolog. Ez nagyon nagy dolog, igen. Ez a világ egyik legrangosabb művészeti vására, és amikor eljutottunk oda, akkor egy éves volt a galéria, ami egy fantasztikus eredmény. Hogy terjed a galériának a híre? Tehát, hogy miből derül ki, hogy meghívható olyan minőséget képvisel? Hát egyrészt én azért most már 35 éve vagyok ezen a pályán, és a nevét viseli a galéria. És a nevemet visel a galéria, van egy nagy nemzetközi kapcsolatrendszer, és egy ott is kialakult hitelesség, aminek ez köszönhető, és nagyon fontos az is, hogy olyan művész, mint Rozdi Korsival mentünk tavaly Párizsba és Londonba is kiállítani. Ő egy fotós, ugye? Ő egy képzőművész, aki ja, használ... Nem, emlékszem, egy installációval állított. Londonban egy hatalmas installáció igen. volt, Párizsban fotóalapú műveket állítottunk ki tőle, tehát kell az is hozzá, hogy olyan művészt képviseljen a galéria, akit szívesen látnak nagy nemzetközi helyeken. És neki külföldön sikerült? Tehát, hogy ő nemzetközileg is egy ismert művész. Ahhoz, hogy ott legyen a neve a legnagyobbak között, és ott legyenek a művei a legnagyobb múzeumokban, azon még dolgozunk, de elsőrangú képzőművész, és hogy nagyon-nagyon jár neki az, hogy Tétmodernben, Pompidouban, akár még önálló kiállításra. Ez a galeristának a személyes ambíciója, hogy a Tétmodernbe juttassa a művészt, akiben hisz? Tehát vannak nagy nemzetközi kánonképző intézmények, mint a MoMA, a Tétmodern, vagy a Pompidou, és még sorolhatnék nem sokat. Nyilván az ő gyűjteményükben lenni, az rangot jelent a művésznek is, és ez a rang, ez tükröződik a műtárgypiacon is egy idő után. Tehát ez egy hosszú folyamat, sok investíció, de a végén azt gondolom, hogy megtérül mindenképpen. Egyetlen dolgot nem, már minden időn túl vagyunk, és lassan a maga idejét is elpazarolom, mert hogy rohannia kell, de hogy azt még a szakértésről mondjam már nekem három értékelhető mondatot, mert az engem nagyon izgat, hogy meghívják, hogy azonosítson képeket. Jut eszembe egyébként, hogy Kovács Dezső ugye az első, hát nem tudom. Ő is igazságügyi szakértő volt. De nem az, hogy igazságügyi szakértő volt, hanem hogy kirabolták a gyűjteményét, nem? Tehát, hogy ő egy bűnesetnek az alanya lett holtában, hogy az örökösök elől szétkapták a gyűjteményének a legnagyobb részét, vagy legértékesebb részét. Aztán nem emlékszem, hogy ezzel mi lett, mert már nagyon régen volt a 10-es évek elején. Hát ezek most is lappangó képek, és egy nagyon... Találtak meg belőle valamiket? Szörnyű sorsa, elvétve talán egy-egy kép előkerült a nemzetközi műkereskedelemben, de nem, azok még mindig rejtőzködő dolgok. De az internet korában ezeket nagyon nehéz egyébként piacra dobni. Rakni. Tehát, igen. Hogy ülnek igen. rajta? Én azt gondolom, és lehet, hogy örökké ülni fognak, mert hogy ezek nyilvános hozzáférhető adatbázisok, ahol ezek a képek elérhetőek, és ezeknek a forgalomba hozatal a bűncselekmény. Aha. Tehát, hogy az egy szomorú történet, aminek nincsen még vége. Az igazságügyi szakértői munka az még nagyon sok részből áll. Történhet igazságügyi szakértő kirendelése rendőrségi szakaszban, bírósági szakaszban, rendelhet ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a közjegyzők rendelhetnek ki. És akkor értéket kell megállapítani? Vagy értéket kell megállapítani, vagy eredetiséget kell megállapítani, jellemzően ez a két alapeset. És ezek lehetnek polgári ügyek, lehetnek büntető ügyek, lehet egy vállóper, lehet egy hagyatéki eljárás, lehet egy betöréses lopás. Nagyon és szeret szakérteni? Egyre kevesebb munkát tudok elvállalni. De, mert mást akar csinálni döntően? Hát muszáj mást csinálnom, tehát ennek a galériának a menedzselése az rengeteg időt és energiát vesz igénybe, a szakértői munkával pedig szétaprózódik a napom, a hetem meg a hónapom, de hogy nagyon szeretem csinálni, mert akkor van alkalom elmélyülni egy-egy ügyben és egy-egy területben, vagy egy-egy festő életében, vagy egy-egy tárgy kialakulásának történetében. Ja, mert hogy az is érdekes. Tehát, nagyon persze. Persze. Mindaz, amit tudni lehet a képről. Azt persze. olvastam, hogy egyébként a képekhez is hozzátesz, vagy a képek értékéhez, nem tudom, az eszmeihez, vagy az anyagihoz hozzátesz, hogyha az előélet tiszta. Mármint, hogy feltárt, nem a tiszta. Proveniencia az anyagilag is kimutatható, értéktöbletet jelenthet,
És egyébként meg egyre fontosabb annak a vizsgálata, és a piacképességet is megakadályozhatja, hogyha nincsen megfelelő provenienciája, nem ismerjük az előéletét, nem tudjuk, hogy milyen utat járt be a keretkezésétől kezdve. Talált meg valamit, ami érdekes? Találtam meg sok mindent, sok mindenről tudtam bebizonyítani, hogy eredeti, sok mindenről tudtam bebizonyítani, hogy hamis, igen, az a gyakoribb. Igen. Persze, de hogy nagyon-nagyon érdekes munka az is. Megcáfolhatatlanul, hogy lehet bebizonyítani, hogy hamis? Ja, tudom úgy, hogy a másból van az anyaga, meg nem tudom, ezek világos dolgok. De mondjuk, hogyha valaki korban megfelelő alapanyagokkal csinál hamis képet, tehát nem... a materiális részéből nem lehet bizonyosságot nyerni, akkor a stílusból hogy lehet megállapítani 100%-os biztonsággal? Hogy nem fejgörcse volt, vagy muszájból csinálta. Stíluskritikai alapon nagyon sok mindent meg lehet állapítani. Egyébként persze, hogyha van anyagvizsgálat, ami egyértelműen bebizonyítja, hogy az hamisítvány, vagy van egy röntgenvizsgálat, amikor látszik, hogy egy régebbi kompozíciót használt fel, aminek semmi köze nem lehet a festményhez, az is lehet egyértelmű bizonyíték, de stíluskritikai alapon is lehet bizonyítani. Egyszer volt egy Márfi kép, ami volt nagyon régen bizományi aukció, még a rendszerváltás előtt, és volt kiállításon, és felmerült az, hogy esetleg nem eredeti, és ez egy csendélet volt, aminek a közepén egy tál volt, és a tálon pedig gyümölcsök voltak. És ott úgy lehetett egyértelműen bizonyítani azt, hogy nem eredeti, hogy pont a Barbarával egy hétvégén elmentünk az Adi emlékházba, és ott fent van egy szoba, ahol a Csinszkával töltött idők emlékei vannak kiállítva, és Csinszka Adi után Márfinak volt a felesége. És ott van ez a tál, kirakva az asztal közepére. Pont akkor foglalkoztam ezzel a képpel, amikor ez a múzeumlátogatás volt, tehát teljesen véletlenül fújta elém az élet, és egyértelművé vált, hogy az a festő, aki készítette azt a kompozíciót, amit vizsgáltam, az nem látta ezt a tálat soha életében, hanem más Márfi képekről szedte össze ennek a tárgynak különböző motívumait, de mivel nem látta a tárgyat, olyan egyértelmű különbözőségek voltak, amik cáfolhatatlan bizonyítékot adtak arra, sok minden máson túl persze, hogy ez nem lehet Márfi Ödönnek az eredeti festménye. De ez egy véletlen, amit a szakértő elé fújt a szél. Pont nem mindig sikerül. Befejezésül. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, szépen. És további sikereket mindenféle nemzetközi megmérettetésen. Köszönöm. Heti Jégbüfé lesz a jövő héten, és nézzenek bennünket akkor is. Viszontlátásra!